Az államalapítás óta Magyarország nyugati ország, amely saját jószántából sohasem akar többé a kelet része lenni. A keleti politika nem tűri az önállóságot, nem tűri a függetlenséget, és nem tűri a szabadságot. Vagyontalanná tesz, elszegényít, kiszolgáltatottá vetköztet, ha kell, megfélemlít. A keleti önkény világa helyett megalkotni a magunk szabad magyar világát, kiszakadni a hatalomtól függő élet láncolatából, visszaszerezni, újra teremteni az önálló és független polgári élet garanciáit, tisztességes munkát, tulajdont, szabad vállalkozást és védelmet nyújtó jogrendet. Mindig is ez volt a kívánságunk. Mindig is harcoltunk az áldemokrácia ellen, ahol az élet rendjét az emberek helyett a hatalom szabja meg, a hatalom önkénye működteti, ha érdekei úgy kívánják, hazugsággal, csalással, maffiapolitikával, ha kell, erőszakkal is. Hazugságok ipari méretű termelése. A hatalom eloldása az ellenőrzés pányvájáról. Sutba hajított felelősség. Intézményesített korrupció, maffia módszerek. Demokrácia nélküli többpártrendszer, szociális válság, tömeges elszegényedés, munkanélküliség, eladósodás, kiszolgáltatott magyar gazdaság. A független, szabad élet elfolytása, amerre csak nézünk. Adókkal megfojtott kisvállalkozások, sorsukból kilábalni képtelen, máról holnapra élő, kiszolgáltatott kisemberek, tíz körmével hiába kapaszkodó, süllyedő polgárság. Nincs te lenné, kiszolgáltatottá tett emberek, akik nem mernek felszólalni és kiállni az igazukért, mert a hatalomtól függ a másnapi megélhetésük. Hiába a NATO és uniós tagság, ez nem a nyugat és nem a 21. század. Ez a keleti élet és a múlt század, amit 20 év óta próbálunk magunk mögött hagyni, de újra és újra elér, körülfon és visszahúz bennünket. Hát ez igaz volt 2007-ben, de azóta minden megváltozott. Azóta nagyon sok idő eltelt, 15 év. Mi ez az istváni döntés óta eltelt 1000 évhez képest? Ez óriási idő. Ez alatt az idő alatt a nyugat bolsevik lett. A kelet az meg szabad. Az felszabadult. Senki se tervezte. Nyilván Orbán Viktor se így tervezte, hogy 15 év alatt minden megváltozik. Megváltoznak a pólusok. A nyugat az alámerül a zsarnokságnak a métejébe, a kelet pedig felszabadul, önmaga erejére és öntudatára ébred. Nyilvánvaló, hogy ami 15 évvel ezelőtt igaz volt Európára, meg a világra, nem feltétlenül igaz ma, hiszen amik ezer években megnevezhető igazságok, azok 15 évenként változhatnak. Vagy akár 5 hónap alatt, mert ez a fordulat lényegében 2010. szeptemberére következett be, amikor ugye a kétharmaddal nyert ugye a Fidesz, valamint a KDNP, létrejött a NER, és ott azt szerették volna egyébként, hogy az unió lazítsa, tehát engedjék szabadon a magyar költségvetést. És ezt nem engedték, szigorúbb szabályokat követelték a költségvetési fegyelemre, és ekkoriban gyakorlatilag 5 hónap alatt történt egy fordulat, hogy akkor jön a keleti pénz, a keleti tőke, jön majd a keleti szél, mert a nyugat hanyatlik, a kelet pedig emelkedik, és akkor még ugye a mesés arab pénzek, ezek voltak az elsők, amik majd beérkeznek, a fantasztikus arab befektetések, aztán nem sokkal később ugye megjelent ugye Kína, és egyébként Oroszország. És érdekes, hogy amikor a mesés arab befektetésekre várt Orbán Viktor, még Közép-Európa legnagyobb óriás mecsetét akarta felépíteni Budapesten. Aztán 2015-re, amikor megérkezett a migráns hullám,
Hirtelen változott a politikája, hirtelen változott az iszlámnak a megítélése, hirtelen nem a szövetségeseink voltak többé, hanem egy idegen civilizáció, amelyik nem tartja tiszteletben az értékeinket, és fenyegeti az életmódunkat. Ez persze nem vonatkozik azokra, akiknek Rogán Antal letelepedési kötvényt seftel. Azokra nem vonatkozik. Azok nyilván tiszteletben tartják a kultúránkat, és ezt abból tudjuk felismerni, hogy megvásárolják tőlünk a letelepedési kötvényt. Nyilván a kultúránk tiszteletben tartása az azt jelenti, hogy tudni érteni, hogy ki itt a kán, és a kán elé elhelyezni a kincses ládát, és féltérdre ereszkedni, és fejet hajtani. Ezt jelenti az, hogy ismerni és tisztelni a magyarok kultúráját. Úgy tűnik nekem, hogy 2007-ben Orbán Viktor ugye Keletet kiáltott, mint veszélyt, és gondolom abban bízott, vagy még úgy látta, hogy az emberek többsége a nyugathoz húz, ezért a nyugathoz való húzást kell neki is az ászlójára tűznie, ahhoz, hogy hát visszaszerezze a hatalmat. Most ez a beszéd, ennek minden pontja egy mai napi kormánykritikus cikknek a két sora lehetne. Ami nagyon szembetűnő benne, az, hogy azt mondja, hogy soha a Magyarország, nyugati ország soha nem akar többé a kelet része lenni. Az, hogy említi, hogy a hatalom eloldása az ellenőrzés pányvájáról, ugye itt a bíróságokkal való viszony, meg az általános felkérdezhetetlensége a kormánynak az szembetűnő, aztán az adókkal megfojtott kisvállalkozások, ez egészen kúrens, és az, hogy említi, hogy ez nem a 21. század, és hogy 20 év óta próbáljuk a 20. századot magunk mögött hagyni. Na most az, hogy én továbbra is a nyugatot látom a saját utamnak, és megpróbáltam belegondolni, hogy mit jelent számunkra az, hogy a magyarok a nyugathoz, nem tudom, lelkületükben, viselkedésükben, szokásaikban közelebb kerülnek. Ugye a vállalkozás és az ahhoz tartozó kultúra, a magántulajdon arányának a növekedése, a civil tőke felhalmozás vagy tőkésedés, polgárosodása, a globális kereskedelmi törekvések, az, hogy innen termékeket juttassunk ki, és ezért a forint ugye egy eladott devizává váljon, ennek megfelelően javuljon az árfolyama. Az örök lakáshoz való ragaszkodásnak valamennyi elengedése, mert látjuk, hogy nyugaton a bérlakások aránya az nagyobb, de ugye ezért a szinte megfizethetetlen jószágért dolgozunk egész életünkbe. Egy egészségesebb étrend, egy általános társalgási szintű nyelvtudás, ami egyre szélesebb tömegeket jellemez. A digitális írástudás és az internethez való hozzáférésnek a mértéke, a Maastrichti árfolyam kritériumnak a tartása, az európaisággal kapcsolatos érzelmeknek valamilyen felzárkózása a magyarsághoz fűződő érzelmeinkhez. Az euró bevezetésével az árfolyam kockázat lassú levetkőzése, ugye azzal, hogy mi már, hogy ne legyünk egy külön mozgó deviza tulajdonosai, akinek a vásárlóértéken egyik napról a másikra megváltozik pusztán külső tényezők által. És a 20. század magunk mögött hagyása, és nem beszélve a két kapura játszásnak az elengedéséről. Ezt hogy érted? Hát, hogy ingázunk, hogy akkor kicsit a keletet is szeretjük, kicsit a nyugatot is szeretjük. Hogy álljunk bele, hogy akkor merre fele szeretnénk menni, és ugye főleg a kádári romantikának az elengedése, hogy a 89 előtti kort akár személyi kultuszában, akár a jólét vagy a szabadság illúziójának a visszasírásában elengedjük. Na ez az, ami azt gondolom, hogy ez jelenti azt, hogy nyugatosodás. Én nem vagyok híve annak, hogy idealizáljuk az 1998 és 2002 közötti első Orbán kormányt, mert szerintem azóta se volt annyira durva személyi döntés Orbán Viktornak, mint hogy akkor Simics Kalajost nevezte ki az APEC elnökének. De tény az, hogy azért az akkori kormány, és amit gondolt a világról, amit kommunikált, az azért ma már bearanyozódni látszik, nosztalgikusan tekintünk egyébként rá. 2002-ben a polgári kormányzás, vagy ahogy állította magát minden egyéb problémájával, az megbukott. Akkor
Orbán Viktor ebből azt a következtetést vonta le, hogy ahogy ő elképzelte Kádár népét, a kádári Magyarországot, hogy azt nem lehet leváltani. Azt nem lehet megváltoztatni, nem lehet átalakítani, nem lehet polgárosítani. Tehát Kádárrá kell válnia. Ahhoz, hogy megtartsa hatalmát. És itt felsoroltad ezeket a kritériumokat, amik egy nyugatos európai polgári Magyarországnak a kritériumjai lennének. Ezeknek mindegyik összetevője azt szolgálná, hogy a hatalom ellenőrizve van, és leválthatóbbá teszi egyébként a hatalmat, hogy kevésbé kiszolgáltatottá tenni a társadalmat, vagy legalábbis az erős középosztályt a hatalommal szemben. De akkor nagyon kiszolgáltatottá tenni a hatalmat. Magának a társadalomnak és a választó polgárnak. Szörnyű lenne, bár elhangzott itt, hogy az áldemokráciák ellen mindig is küzdöttünk. Ugye, az egész Orbán Viktori kormányzás mögött is, hogy tekint a NER a kormányzásra, Orbán Viktor és a tanácsadója, hogy tekintenek, az ő politikai filozófiai alapállásuk, mert van-e mögött egy politikai filozófiai alapállás, az az, hogy a hatalom egyetlen célja, a hatalom maga. Most kétfajta hatalomkoncepció van, vagy amiként el lehet képzelni a jó kormányzást. A felvilágosodás korában jelent meg a közjónak a fogalma, az, hogy a kormánynak valóban a közjót kell szolgálnia. A realista hatalomtechnikai megközelítés szerint nincsen olyan, hogy közjó, hanem valójában itt a hatalom egyetlen célja a hatalom maga, a hatalmat kell megszerezni, a hatalmat kell megtartani mindenáron. És hát minden az volna jó, ha a hatalom megszerzésének a módja a közjó lenne, de hát elég egy részét kivásárolni annak. Hát, hogy a hatalom megszerzésének a célja a közjó lenne, az se ártana meg. Itt, amiket az Orbán Viktor előadott, az a gyurcsányizmusra vonatkozóan, meg a gyurcsányi országlásra vonatkozóan, hát sok igazság volt benne. Azt lehet mondani, hogy 35%-nyi igazság volt benne. És nem kétséges, hogy a Gyurcsánynak a szándéka nem az volt, hogy ez 35%-ig legyen igaz. Ő 100%-ig teljesíteni akarta, de a körülmények, a kényszerítő körülmények 35%-nyi teljesülést engedtek. Nyilvánvaló, hogy a Gyurcsánynak az volt a szándéka, hogy az országot a Kádár rendszerbe visszavezesse, és hogy berendezze azt a monolit rendszert, amelyet végül Orbán Viktornak sikerült berendeznie. Ugyan mi másért titkolta volna el a költségvetésnek az adatait? Hamisította volna meg a konvergencia jelentéseket az Európai Unió felé? Titkolta volna el az államháztartási hiánynak a mértékét, hogy újra megnyerje 2006-ban a választást? Ez a nem demokratikus hatalomgyakorlás, amikor nem vagyunk hajlandóak elengedni a hatalmat, és hazudunk, meg hamisítunk annak érdekében, hogy még 4 évig hatalmon maradjunk. Csak annyit, hogy amennyiben a magukat ifjú konzervatívnak tartó gondolkodók, akik jellemzően a NER ilyen értelmiségi hódudvarába tartoznak, az ő szempontjukból és az ő kritériumoknak megfelelően a rendszerváltás utáni Magyarországnak a legsikeresebb húzása volt egyébként ez, hiszen volt a szuverén, ők ugye a szuverénban hisznek, tehát a szuverén az, aki irányt szab a dolgoknak, a szuverén Gyurcsány Ferenc megszerezte a hatalmat, és ugye a hatalom egyetlen célja, a hatalom maga, ő megszerezte a hatalmat ezzel az eszközzel. Nem értem, mi azzal a problémájuk, ami történt 2006 tavaszán, hiszen az ő klasszikus, realista hatalomfelfogásoknak megfelelően az tökéletes politikai húzás volt, és a rendszerváltás utáni Magyarországnak egyik legsikeresebb megymetje. Persze aztán 2006 őszén ugye borult minden. Hát igen. Na most a helyzet az, hogy ez a 35%, ez azért volt 35%, mert Gyurcsánynak nem volt kétharmada, nem volt annyi lehetősége berendezni azt az autoriter, hogy is mondjam, szuverenista legitim önként, amit végül Orbán Viktor be tudott rendezni. Ennek megfelelően annak, amit akkor 2007-ben Orbán Viktor előadott, ma 95%-os az igazságtartalma, mert kétharmados monolit rendszer tartozik hozzá, nem pedig egy nyomorult 35%-os gyurcsányi kísérlet, amely megbukott. De akárhogy is, a szándék közös, és a szándék vonatkozásában nincs különbség. Orbán Viktor folyékonyan olvasta 2007-ben Gyurcsánynak a szándékát. Azzal a,
azzal a kísérlettel, amit hát végigéltünk, aminek a része egyébként az egészségügyi rendszernek a privatizációja is volt. De hogy valójában mi volt a tényleges probléma a Gyurcsánynak a rendszerével? Ez az autoriter szándék, ez a keleti hatalomgyakorlási mód, vagy pedig az elemi neoliberalizmus. Mert hogy a helyzet az, hogy mindhármat, Orbán Viktor mindhármat eltanulta. Orbán Viktornak van számos sötét titka. De azt hiszem, hogy a legtitkosabb, a legféltettebb sötét titka az az, hogy valójában neoliberális. Tehát egy liberális, de a liberalizmusnak, ami amúgy egy szitokszóvá vált, is a legsötétebb, a legautoriterebb, az elitnek a társadalmat leginkább kiszolgáltató arcát gyakorolja és avatja államrezonná Magyarországon. Ez azt hiszem, hogyha igazi probléma van Orbán Viktor rendszerével, amely elismerhetetlen a rendszer széltében hosszában, akkor az ez. Érdemes lenne megvizsgálni azt, hogy szükségszerű volt-e a NER-nek a létrejötte a rendszerváltás utáni Magyarországon, ezzel a liberális, demokratikus kísérletnek a kudarcával, ami nem teljesítette be azokat a várakozásokat, és pláne 2004 után, amikor belépett Magyarország az Európai Unióba, ugye korábban az volt az ígéret, hogy te is nyithatsz cukrászdát Bécsben. Ez volt a nagy ajánlat, nagy üzenet. És persze nyilván nem tudom, hogy hányan tudtak valójában cukrászdát nyitni Bécsbe. És a rendszerváltás utáni Magyarország kudarc élményeiből fokozatosan nőtt ki a NER, és Orbán Viktor ismerte fel, hogy ezt a frusztrációt miképpen tudja használni sötét erőként. De az a kérdés, hogy szükségszerű volt-e a NER-nek a létrejötte, Krausz Tamás történész a Megélt rendszerváltás című kötetében a 90-es évek elején, 30 évvel ezelőtt írt arról, hogy a magyar történelemből, a magyar társadalom állapotából, tehát nincs egy erős középosztály, ami mindenhol a liberális demokráciáknak elengedhetetlen feltétel, hogy legyen egy erős középosztály, amely nem függ az államtól, nincsen kiszolgáltatva. Valamint a magyar gazdaság nyitottságából, a nemzetközi tőkének, abból azt következik, hogy előbb-utóbb Magyarországon egy olyan rendszer fog létrejönni, amely teljes mértékben kiszolgálja a nemzetközi tőkét, tehát neoliberális politikát folytat, ugyanakkor viszont befelé nemzeti konzervatívnak, jobboldalnak adja el magát, és keményen autokratikus. És ezt írta a rendszerváltás utáni időszakban. És lényegében ez bekövetkezett. És itt az a nagy kérdés, hogy a NER létrejötte, az abban mondjuk az összödi beszéd mekkora szerepet játszott. Vagy valójában arról van szó, hogy a magyar történelem logikájában megvan írva, hogy tök mindegy, hogy kiszivárog az összébezét vagy sem, mert akkor valami más esemény következett volna be, mert hogy előbb-utóbb úgyis ide futott volna ki a magyar történelem. Hát itt a jóslatban autoriter berendezkedést említesz, azt a baloldal is meghúzhatta volna, de befelé magát nemzeti vagy részben radikálisnak előadó, azt hiszem ezt a jobb oldalnak kellett végigvinnie. Nem, ez volt az, ahol a Gyurcsány igazán elcsúszott. Itt csúszott félre, hogy a Gyurcsányt, és ezért nem tudta a Gyurcsány beteljesíteni ezt a Krausz Tamási jóslatot, mert a Gyurcsányt senki nem tekintette nemzetinek Magyarországon. Senki. Mindenki globalistának tekintette. És ezt a... Ő egy pláza és egy repülőtér. Tulajdonképpen a politikának a milyen bencéje? Van a két csávó, akit összekeverek, tudod, a megasztáros versenyző, aki zsűritag, az RTL és az RTL két fiatal 28-30 éves műsorvezetője. Ők Puskás Peti? Igen. Puskás Peti és Istenes Bence. Na róluk beszélek. Tehát gyakorlatilag Gyurcsány Ferencre ugyanúgy fel lehetett szitázni egy mintát, egy identitást, mert annyira plázás, amennyire mi a nyugatot plázásnak képzeltük. Csak félreértés ne essék. A Gyurcsány valóban nem volt nemzeti, ő valóban globális volt és globalista volt.
de félreértés ne essék, az Orbán Viktor ugyanúgy globális és ugyanúgy globalista. Orbán Viktor nem lokalista. Ez a legnagyobb félreértés, vagy legfeljebb annyira lokalista, amennyire a kínai kommunista pártközponti bizottsága lokalista, vagy amennyire a Kreml lokalista, vagy amennyire Donald Trump lokalista, vagy amennyire Bolsonaro Brazíliája, vagy Rodi Duterte Fülöp-szigetei. Ez nem lokalizmus. Egyszerűen meg kéne érteni, és föl kéne nőni ahhoz a kicsit bonyolult képlethez, hogy nem egyetlen globális hálózat létezik, ahogyan azt a Bogár Laci bácsi magyarázza, hogy a globális hálózat az igenis liberális, és a liberális világerőknek a globális hálózata az, ami a mély államokat, háttérhatalmakat képezi, hanem bizony van egy másik globális hálózat, ez az illiberális globális hálózat, és éppen úgy globális, mint a liberális globális hálózat. És itt a döntő különbség az az, hogy a Gyurcsány ennek a liberális globális hálózatnak volt az embere, az Orbán Viktor meg ennek az illiberális globális hálózatnak. De az a tény, hogy mindketten a végsőkig kiszolgálták a nemzetközi tőkét, azt jelzi, hogy ebben a globális, lokális tengelyen valójában nincsen különbség köztük, de ez titok! Ez a legsötétebb titka Orbán Viktornak és rendszerének. Orbán Viktor és a rendszere ezen a globális, lokális tengelyen akarja az egyik végpontot, a lokális végpontot a gyurcsányi globalizmussal, vagy a momentum globalizmusával szemben meghatározni és elfoglalni. És ebből a pozícióból akarja újra meg újra megvívni a maga szellemi háborúját, ami aztán értelemszerűen egy politikai szembenállásként az újabb és újabb választások megnyeréséhez vezet, hiszen a magyarok a lokálisra szavaznak a globálissal szemben, csak hogy itt a magyarok nem a lokálisra, hanem a lokális hazugságára szavaznak. Mióta a nemzetek létrejöttek a 19. században, mert ugye a ma ismert nemzetek, a modern nemzetek, azok a 19. században jöttek létre a nacionalizmus korszakában. Akkor létre a nemzeti identitás, amikor himnuszok jönnek létre, amikor nemzeti ételek kialakulnak, amikor önmagában megjelenik az, hogy mi a magyar, és ki a magyarok istene, és hogy Kossuth Lajos a magyar Mózes. A magyar nemzet 1848-49-ben jön egyébként létre, úgy igazából. Azóta a nemzet az a legerősebb adukártya abban a küzdelemben, amit egyébként pont a nemzetért, helyesebb az államért vívnak. És aztán, hogyha egy párt megszerzi az állami erőforrások, arra való hivatkozása, hogy ő a nemzeti, akkor aztán az állam erőforrásait tudja egyébként használni, mint hogy nagyon sikeresen használja a NER. És a nemzeti az valóban olyan erős, mert hogy gyakorlatilag bármit, amit nemzetinek neveznek, az onnantól kezdve az érvényes. Például ugye Lánci András filozófusnak és a NER orbánista udvartartásának az egyik ugye vezető gondolkodójának erősebb mondása volt az, hogy amit a baloldalon korrupciónak neveznek, az valójában a Fidesznek a lényegi politikája, mert így építenek egy nemzeti tőkés réteget. Na most, hogyha elfogadjuk azt a marxi tételt, hogy a tőkének nincsen nemzetisége, amiben szerintem sok igazság van, akkor ez a nemzeti tőkés osztály, ez úgy oximoron. És a korona... Annyiban nemzeti, hogy Orbán Viktortól függ, mert a tőkét nem a piacon termelte meg, ennek megfelelően nem a tőzsdéhez, nem a piachoz. Ilyen értelemben nem funkcionál a marxi értelem, a marxi terminológia értelmében tőkeként, hanem hűbérként funkcionál egy premodern értelmezési rendszerben értelmezhető, vagy helyezhető csak el ez, valójában hűbér, amelyet az uralkodó bármikor visszavehet, ennek megfelelően nem a piacon kell sem megtermelni, sem megszolgálni, hanem az államhoz való viszonyban kell. És itt a nemzeti tőkések, azt, hogy mennyire elkötelezettek a nemzet iránt, és a magyar munkavállalók iránt, talán emlékezhetünk rá, hogy amikor a koronavírus járvány alatti korlátozások miatt a magyar turizmus ugye megrendült, akkor a Mészáros Lőrinchez tartozó ugye Hungest szállodaláncban voltak elsőként elbocsájtások. Minden más hasonló láncot megelőzve. Sokat gondolkodtam azon, hogy ennek a rendszernek,
a megszilárdításában, hogy vehet részt a nemzetközi tőke. Mert hogy valójában ez történik, a nemzetközi tőke kvázi érdekelt az Orbán rendszer létrejöttében és fenntartásában. És arra jutottam, hogy itt a három nagy ideológiai eszmeáramlat, amely a francia forradalom hármas jelszavában szabadság, egyenlőség, testvériségként fejeződik ki. A szabadság ugye a liberalizmus, az egyenlőség, az a szocializmus, a testvériség pedig a nacionalizmus vagy konzervativizmus. A tőkének a viszonya ezekhez eltérő. Az egyenlőséghez való viszonya, most ha vigyük konzekvensen végig az eszméket, és kialakul belőlük egy berendezkedés. A szabadság eszméjéből, ha konzekvensen a végsőkig visszük, képviseleti demokrácia lesz. Az egyenlőség eszményéből, ha konzekvensen és a végsőkig a falig eltoljuk, proletár diktatúra lesz. A testvériség eszméjéből, hogyha azt is konzekvensen a falig eltoljuk, egy fasiszta hunta lesz. Na most a helyzet az, hogy a tőkének ebből a háromból valójában csak az egyenlőséggel van problémája. Valójában neki, a tőkének a proletár diktatúrával van konfliktusa. Abban ellen érdekelt a tőke. A tőke a képviseleti demokráciával és a fasiszta huntával egyaránt megtalálja a számítását. Ennek megfelelően a tőkének úgy is jó, hogyha Magyarországon egy sikeres polgári társadalom áll fel, de úgy is jó, ha Magyarországon egy sikeres, jól prosperáló fasiszta hunta áll fel. Na most a 20 év az annak a története, hogy Magyarország megpróbálta a sikeres polgári demokráciát legyártani önmagából, és ez kudarcot vallott. És innentől kezdve a globális tőkének az érdeke Magyarországgal, ahogyan például Latin Amerikával kapcsolatban sem az, hogy Kolumbiában meg Venezuelában álljon fel egy képviseleti demokrácia. A történelmi előzmények, a történelmi körülmények nem kedveznek a képviseleti demokráciának a félperiférián meg a periférián, hanem itt a legtöbb, ami a tőkének kinéz, az egy fasiszta huntának a berendezése. Ennek megfelelően a tőke meghozta azt a döntést, hogy ha ő olcsón akar egy félperifériás gazdasági konstrukciót Magyarországra telepíteni, ezt úgy hívjuk, hogy összeszerelő üzem. Tehát nem a gyártás, ami a periférián zajlik, de nem is a tényleges fogyasztás és infrastruktúra szervezés, ami a centrumban zajlik, hanem a kettő között zajlik az összeszerelés. Na most, ha ezt az összeszerelő üzemet le akarja gyártani Magyarországon, annak az útja Magyarországon nem a képviseleti demokrácia, hanem a fasiszta hunta berendezése. És a helyzet az, hogy a tőke bizony érdekelt, és ezáltal válik Orbán Viktor rendszere betonbiztossá és ütésállóvá, hogy a nagy szövetség, az illiberális szellemű állam rezon, és a liberális szellemű globális tőke mozgás közt megköttetik. Az amúgy liberálisként azonosított, vagy Bogár Laci bácsi és Drábik Jani bácsi által globális liberális hálózatként és a nemzetközi tőkeként azonosított intézmények és cégek érdekelté váltak a magyarországi illiberalizmusnak és a magyarországi akkor fogalmazhatok akár úgy is, hogy Tadzsikisztánnak, vagy Üzbegisztánnak a berendezésében. És azért az döbbenetes, hogy most ugye a globális minimumadóval ugye elindult egy olyan politika, ami szemben vagy a klasszikus neoliberális, teljesen szabadversenyes politikával. Tehát azért a gazdaság történetben is vannak ugye ciklusok. Mikor éppen melyik politika az erősebb, és azt láthatjuk, hogy a 70-es években megbukott, a második 30-as évek óta nyugdíjlóta tartott egy Kész János irányzat, ami az állami szerepvállalást, a magas adók cserébe közszolgáltatások azt jelentette. 70-es évektől jött egy neoliberális, politikailag neokonzervatív fordulat, ugye Ronald Reagan elnöksége, Thatcher, privatizálnak mindent, stb. Az eltartott nagyon sokáig, és most egy fordulatot láthatunk, legalábbis a Biden kormányzat valamennyire a Kész János politikához próbál meg visszanyúlni, infrastruktúrás beruházások, rengeteg költés,
És ebben a helyzetben ugye bevezett kísérlet történt, hogy bevezessék a globális minimumadót, hogy ne lehessen kiszervezni a különböző vállalkozásokat. Hogy nem, a nemzeti kormányzatunk, ugye a NER, az volt az, amely vétózza, amely nem akarja elfogadni azt, hogy itt Magyarországon ne minimális adója legyen a cégeknek, hanem ugye rendesen megadóztassák a különböző multikat. Na ez érdekes. Erről szívesen megkérdezném Bogár Laci bácsit, hogy Magyarország, amelyik éppen szabadságharcol a nemzetközi hálózatokkal szemben is, itt van egy kísérlet arra vonatkozóan, hogy a nemzetközi hálózatok ne kerülhessék el az adózást, ahogyan folyamatosan kibújnak az adókötelezettségek, hogy is hívták ezt a 19. században? Közteherviselés alól. Magyarország pedig elgáncsolja azt a törekvést, azt a lokalista törekvést, hogy a globális tőke ne bújhasson ki az adózás alól, hanem kvázi valamennyi pénzt ott kelljen hagynia azon a helyen, ahol éppen a tőkéjét földúzzasztja. És Magyarország elgáncsolja a lokalistáknak azt a szándékát, hogy a globális tőke valamennyit legalább adózzon. Ilyen értelemben hogy kell értelmezni Bogár Laci bácsi szerint a szabadságharcot a globalizmus erői ellen? Nekem folyamatosan egy ilyen kis Kína létrehozásának az érzése, ez kerülget, ugye az olcsó ipar, az olcsó emberi erőforrás, ezt így megpróbáljuk létrehozni, tehát hogy tényleg a keletnek egy olyan nyelve legyünk, hogy gondoljunk arra, hogy itt is nagyon szívesen leugrálnak a tetőről iPhone összeszerelés közben emberek. Nem kell olyan messzire menni. Ugye a érdekes ez is, hogy én nem is emlékszem, hogy a globális minimumadónál talán 15%-ról volt, hogy annál kevesebbet ne fizessen, aztán hogy miből, ugye, hogy ez a társasági adó, azaz a nyereségadó, ha úgy tetszik, vagy minek a mértéke, de hogy annyira érdekes ez a 15%, mert én most pont abban a helyzetben vagyok, hogy így a katát a hátam mögött hagytam, hogy ekózni fogok bizonyos esetekben, ami pont 15% levonás. Hogy azt érzem, hogy tegyük fel, hogy egy cég nem fizeti meg, amit majd most egy kisvállalkozói réteg esetleg megfizet. Persze most az én előnyömre állítom be a helyzetet, de olyan szépen összecseng ez a 2-15%. Csak tudod, a cégekről ő a nyugat kedvéért nem akarja lesarcolni a plusz adót. Ő akkor hajlandó adót lesarcolni róluk, amikor azt el lehet adni úgy, hogy a nemzetért, az emberekért tettük ugye a különböző különadók, amikről a koronavírus kapcsán, meg az elmúlt egy évben szó volt, sőt, a hitelválság idején a bankokra terhelt különböző költségek, így hajlandóak ezeket a cégeket megsarcolni, de akkor, ha ezt el lehet adni úgy, hogy az emberekért tettünk valamit. Ha úgy lehet eladni, meg eleve, hogy a nyugatért tettük, sőt, eleve a nyugat érkezik érte, hogy hát ezt kérjük szépen, abból nekem nem lesz népszerűségem. Azt nem tudom a kádári függvénybe beágyazni, mint változót, úgyhogy nemet mondok rá. Most itt a különadók, meg a klasszikus a zsarolási eszköze a NER-nek. Ugye Orbán Viktor előszeretette szorongat meg különböző ágazatokat, ugye különadók kivetésével, amik megint nem valami általános elből következnek meg, hanem az, hogy éppen mikor kit kell megszorongatni. Nagyon különös. Igen, mondjad. Hogyha megnézzük a különböző intézkedéseket, ugye 2014 őszén ugye az RTL Klub bocsújtó reklámadó volt az, amit ugye először bevezettek. Ami után az RTL Klub átmenetileg megkezdte a maga szabadságharcát, addig politikával nem igazán találkoztunk a híradóban, egyszer csak az RTL Klubnak a szerkesztői felfedezték mondjuk Elsimón Lászlót és más ugye, politikusokat, és politikai hírek jelentek meg, és elkezdtek harcolni. De például, hogyha megnézzük ugye az élelmiszerláncokat sújtó adókat. Most ez egy túlzó állítás lesz a részemről, de ha leegyszerűsítjük, mondjuk azt, hogy minthogyha úgy fogalmazták volna meg a törvényt, hogy megnézték, hogy az országban melyik a legnagyobb alapkerületű CBA, és akkor hány négyzetméter, és akkor attól fölfelé akkor lehet adóztatni a Spárt, a Lidlt és az Aldit. Tehát itt nem egy általános ebből következik maga a törvény,
hanem egy adott célt szolgál maga a törvénykezés, és ugyanúgy a különadók is ezt a célt szolgálják meg, és addig szorongatnak egy ágazatot, amíg jó áron most még eladhatod, ugye megválhatsz a vállalkozásodtól, amit mi örömmel átveszünk. Amint a NER átvesz egy ágazatot, onnantól kezdve ezek a különadók érdekes módon eltűnnek. Magyarországon nagyon népszerű volt a Torrente című film. Különösen népszerű, amúgy egy sikerfilm, és világszerte nagyon népszerű, meg a különböző folytatása is, de hát mint tudjuk, mindenből az első rész a legjobb, kivéve a Star Wars-t. Hát a Torrentéből is nyilván az első rész a legjobb. És minthogyha Orbán Viktor annyira működőképesnek érezte volna ezt, ennek a fasisztoid trollnak a mémjét, hogy mintha csak magára vette volna, mintha csak magára alkalmazta volna a torrenteséget, és most oda jutottunk, hogy Magyarországot torrente vezeti, de nem egy torrente, aki amúgy megjátsza magát a nyilvánosságban, és valami annál kulturáltabbat ad elő, hanem éppen, hogy egy olyan torrente, amelyik amúgy is, hogy mondjam, nehéz ám eldönteni, hogy ő provokál azzal, ahogyan működik, vagy azzal, ahogyan viselkedik, vagy provokál azzal, ami. Nehéz eldönteni, hogy ez egy szerep, vagy ez egy önazonosság, bizonyára szerepként volt előbb. Hiszen Orbán Viktor már számos szerepet végigpróbált a 1990 óta. Hát ő először reformkommunista volt, ugye a KISZ-ben kezdte a pályafutását. Azután lett belőle vadlipsi, de vadlipsi. Aztán lett belőle középutas, nemzeti konzervatív, polgári magyarországos. Aztán lett belőle kőkemény nemzeti radikális mára. Tehát sok mindent végigpróbált. Tehát alig, ha hihetjük azt, hogy az, ami most éppen Orbán Viktor, az egy konzisztens én. Én inkább azt gondolom, hogy nagyon sok mindent végigpróbált, és ez az, ami működött, és aztán, mint egy jó politikus, azonosult ezzel a szereppel, hiszen úgy lehet egy szerepet jól vinni, hogyha azzal tényleg szőröstől, bőröstől azonosulsz, azonosult ezzel a szereppel, és mára ő az a torrente, akiben a magyarok magukra ismernek, és akinek a trollkodását a magyarok önmaguk kifejezéseként, önmaguk kiterjesztett kifejezéseként értik és élik. Ilyen szempontból Pumpet Gabó lehetne miniszterelnök, mert ő az igazi magyar torrenténk, aki viszont egy jó lelkű suttyó, ami a legjobb minőség, amit így össze lehet rakni. Nagyon meghallgatnám, és lehet, hogy a Pimpős Kefir Instagram oldalon elő is fog kerülni az, ahogyan Orbán Viktor éppen Csúlya Imre hangján szólal meg, de lehet, hogy a Hello Röfiket nem is kell kicserélni. Tehát ott szinte összeér a két hangkarakter. Ezt én ugye a Pangabót ugye a 2014 nyarán ugye az emlékezetes táncáról ismertem meg, de hát ott ugye jó fizikuma volt ugye Pangabónak, és ezzel a jó fizikummal önmagában nem lett egyébként ugye népszerű Magyarországon. Meg ha megnézzük ugye Orbán Viktort, bármikor, amikor megjelenik, hogy rosszul öltözve, tényleg látványosan rosszul öltözve, látványosan félregombozakóban, látványosan nem tudom én, rövidnadrágban, tök mindegy, ezerféleképpen van elcseszve az öltözködése, összevetve más nyugat-európai vagy EU politikusokkal. Én azt látom, mint a stylistok tudatosan komponálnák meg ezt az elcseszett öltözködést, hogy ez minél inkább passzoljon a magyar társadalom rossz öltözködéséhez, hogy magunkra ismerjünk. És abban az esetben, amikor a... Nekem is csak ballagási öltönyöm van, olyan vagyok, mint ti. És amikor a 444-en elkezdenek ércelődni azon, hogy Orbán Viktor megint hogy néz ki, akkor lényegében 6 millió magyar öltözködésében kétszerűnnek. Így van, így van. És amikor elkezdik Orbán Viktort karaktergyilkolni azért, mert Karikó Katalint asszonságnak nevezik, akkor valójában 6-8 millió magyarnak a nyelv, a szóhasználatát, a nyelvi identitását hívják tetemre. És azt érzik a magyarok, hogy egy budapesti kerület kihívja őket az identitásukban. Ilyen klasszikus volt ugye a gasztronómiában a Laci bácsi konyhája, aki hát lényegében ezt a klasszikus kádár konyhát popularizálta a különböző videókban, és hát nekem egyébként nincsen különösebb bajom, hogy a rántott hússal és a vegyes körettel, de viszont a különböző gasztronómiai cikkekben állandóan támadták Laci bácsit, hogy mégis milyenek ezek a videók, és hogy mennyire bénák. Ott is valójában a Laci bácsinak a gasztronómiai világa
az az, ami reprezentálja valójában a magyar társadalomnak az étkezési kultúráját. És bárki, aki a Laci bácsinél celődött, azt megint azok ellen lehet fordítani, akik egyébként zabálják a Laci bácsi konyhát. Hozzátéve, hogy én is szívesen zabálom a rázatos vegyeskörökkel. Laci bácsinak a, hogy mondjam, az étkezéssel kapcsolatos kisebbséget benlévő jó ízlést, bombázó tevékenységét Németh Szilárd átvállalta azóta. Így van. Ami Laci bácsi volt a gasztronómiának, az lett Németh Szilárd a politikának. És pontosan, a gasztronómiának mindeközben. És a gasztronómiának, mert nem idegenítjük el a hétköznapok emberét, a hatalom emberétől, ezáltal érzi azt a kisember, hogy ő vezeti az országot, vagy legalábbis olyanok, mint ők. Ez egy azonosulási játék, ez egy olyan médiaélmény, amiben te nem kívülről nézed a történéseket, hanem teljesen azonosulsz, ahogyan egy realityben. Amikor a Leo az ágicát cseszegeti azért, mert az ágica nem mosogat el, te a magad sérelmének éled meg. Az úgy a jó, az úgy azonosulás élmény, ha a magad sérelmének éled meg. Hozzá kell szoktunk ahhoz, hogy a média az a valóság demo verzióját gyártja le. És mindent, ami a valóságban, akár a politikában megtörténik, fölismerünk korábban, mint egy sikeres médiamémet, amiből aztán a politika legyártotta önmagát. Hát ez így volt, ahogyan a Népszolgája című sorozatban az emberek zabálták azt az élményt, hogy egy közülük Ukrajna elnöke lesz, le is gyártotta magát a politika ebből, és lett belőle Zelenszkij, aki látjuk, hogy mivé vált mára. A 24 című sorozat David Palmer elnökéből egy mozgalom szökött szárba mondván Palmer for President. Obama pedig értőfülekkel vette észre a társadalmi jóhajt, és legyártotta magából azt a David Palmert, aki eljött értük, hogy megváltsa őket. És akiben tulajdonképpen Amerika kvázi meg tudja élni a saját felszabadulását, vagy a saját bűntudatának az eloszlatását a rettenetes rabszolgatartó múltja miatt. És ilyen módon lett Torrentéből és ebből a sikeres média élményből, ebből a rothadék trollból, akin röhögni jó, de megélni az országát nem annyira, lett Orbán Viktor. Oscar Wilde mondta azt, hogy nem a művészet utánozza a valóságot, hanem hogy a valóság, hogy az élet utánozza a művészetet, amire utóbb Woody Allen azt mondta, hogy az élet nem a művészetet utánozza, hanem a rossz tévéműsorokat. És tényleg ezt látjuk.